Ez ugye egy repülőgép egyik műszere, amely azt mutatja, hogy vízszintben van-e a repülőgép, ami szintén azt bizonyítja, hogy a Föld nem gömbölyű, hiszen különben hogyan is működhetne ez, hogyha állandóan változik ugye a magassága és a Földnek a görbülete révén az egész útvonal. Amennyiben pedig valaki azt állítja, hogy a gravitáció az azonos magasságon tartja a gépet, és nem kell a pilótának kormányoznia, akkor meg kell egyeznünk abban, hogy a gravitáció valóban varázslatos, hiszen minden pályán tart tulajdonképpen ugyanúgy, ahogyan a mesében. Vannak még mindig azok, akik azt a butaságot képzelik, hogy amennyiben a Föld lapos, akkor el kellene, hogy lássunk az egyik végétől a másikra, nem értvén azt, hogy a Föld nem egy labda, hanem különböző domborzati elemek vannak rajta, és az ember általa alkotott építmények szintén, valamint nem veszik figyelembe azt, hogy a légkör is egyre sűrűbb és sűrűbb lesz, ahogyan egyre vastagabb réteg áll az ember útjába. Teljesen mindegy, hogy milyen erejű az a távcső, vagy akármi, egyszer előbb-utóbb úgyis valami az ember útjába kerül, amit től nem láthat, ha más nem, akkor a légkör lesz olyan vastag, és a pára fogja azt eltakarni. De én elhiszem, hogy ezt nehéz így feldolgozni elsőre, vagy másodikra, vagy harmadikra, attól függetlenül ez még így van. Ez egy újabb nagyszerű példa arra, amit már a Miért tűnnek el a hajók a horizonton című videóban láthattatok, ugyanis itt is eltűnik a horizont, és olyan, mintha ez az autó lebegne. Azonban ez csak úgy tűnik, mi úgy látjuk, a valóságban ez természetesen nem így van, hiszen a horizont ugyanúgy ott van, csak nem látjuk. A légkör és a szárazföldi viszonyoknak köszönhetően. Íme egy bizonyíték arra, hogy a Föld valóban forog, hiszen ezek a fák ugye alkalmazkodtak ahhoz, ahogyan forog a Föld több ezer mérföld per óra sebességgel, és ez a menetszél egy kicsit elfújta őket. Parabolantennákat vízszintesen kell beállítani, hogy olyan messziről jön az adás, hogy csak így áll a műhold felé. Ez egy olyan dolog, amivel előbb-utóbb mindenkinek meg kell küzdenie, hogy is lehetséges az, hogy a gravitáció a tengereket hozzáragasztja a Földhöz, vagy például ezt a hajót is, ugye nem engedi, hogy leessen róla, állítólag. Azonban a pitypangnak ezek a kis magjai egyszerűen csak szállnak a széllel minden probléma nélkül. Hogyha arról van szó, hogy a test tömegével arányos, bla bla bla, akkor ez tényleg varázslat. Úgy értem, hogy valóban, ha így működik a gravitáció, akkor ez nem más, mint varázslat. Ez egy nagyszerűen, véletlenszerűen kialakult, olyan varázslatos erő, amely megmagyaráz mindent annak ellenére, hogy senki nem volt még képes bebizonyítani azt, hogy ez tulajdonképpen létezik. Itt egy újabb kérdés, hogyha az összes landolási terület, amit az állítólagos Apollo bohózat végrehajt, az összes landolási terület azon az oldalán volt a holdnak, amit mi látunk a Földről, akkor ez hogy lehetséges, hogy a Föld ezen az oldalon van, mikor fölötte kellene, hogy legyen? Vagy ez ugyanaz a helyzet? Vagy a híres kék biliárdgolyó? Ez egy újabb érdekes dolog, egy érdekes kísérlet, amit elvégzett ez a karakter, nem tudom ki ez, hogy a lámpa alá tartotta egy fényes lapot, amikor az egyenes volt, ugye akkor elutazott a fény egészen hozzá, ugyanúgy, ahogy az történik a Földön, illetve amikor meghajlította, egyértelműen látjuk, hogy akkor viszont nem érkezik el a fény hozzá, hiszen hogyan is tudna végigutazni a gömbön. Itt egy újabb érdekesség. Egy utasszállító repülőgép az nagyjából ennek a Skylon-nak felel meg, vagy valahol ott körül. Így nagyságát tekintve, ez ugye itt az International Space Station, a nemzetközi űrállomás állítólag. És a kérdés az, hogy 10 kilométerről lehet látni egy ilyet az éjszakai jégbolton, ami nagyszerű, de
400 kilométer, azt látja valaki, hogy 400 kilométerről látja ezt a dolgot szabad szemmel. Még akkor is, ha éjszaka és ki van világítva. Azért ez elég hihetetlen. Főleg akkor, amikor hozzáveszik azt, hogy egy repülőgép 600 mérföld per órával repül, ami nagyjából 1000 km per óra, míg a nemzetközi űrállomás 17.500 mérföld per órával repül, ami 28.000 km per óra, és azt állítja valaki, hogy ezt ő látja. Még akkor is, hogyha elhiszi a mesét, hogy ez velünk együtt forog, meg pörög, meg kering, stb. Stb. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!